Na szevasztok, röviden csak annyit. Úgy érzem, hogy magyarázattal tartozom az ügyben, hogy most akkor hogy is van ez a Dombó Zsolttal. Most akkor kibékültünk, vagy mi van, hogy most már nincsen semmi bajom ezzel az egésszel. Mi beszélgettünk, így üzeneteket váltottunk, úgymond most tegnapig bezárólag, és igazából tegnap, mind nap folyamán lényegében. És azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt, igen. És nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen ez, hogy ilyen kvázi ilyen hangadóknak tekinthető, vagy befolyásosnak tekinthető figurák úgy csinálnak mindenféle megegyezést, meg hogy hívják ott keresztények, hívőknek a háta mögött, igazából, hogy tényleg azok nem tudnak róla semmit. És lehet, hogy pontosan ezért ez most nagyon jó lenne, hogyha ezt most elmondanám, hogy itt mi van igazából. És akkor meg is osztanék egy ilyen, remélem, hogy az utólagos engedélyével egy ilyen történetet, amit ő megosztott velem. Tehát volt egy ilyen alkalom, amikor ő még elment a Hit Parkba az ő akkori kvázi főnökével, pásztorával, mondjuk így, hogy ilyen szebben hangozzék, és hát mert ugye fölmerült ez, hogy ők becsatlakoznának, vagy nem is tudom mi, tehát hogy ők a Hídgyülinek a Hídgyüli franchise-nak a részévé válnának igazából, és akkor megvolt nekik, elmagyarázták nekik azt, hogy milyen teljesítményt kell hozni ez ügyben, stb. Mit kell csinálni, stb. És mondtam most nekem, hogy ő már amikor, mielőtt odament volna, egyértelműen azt érezte, hogy az úr azt mondja neki, hogy annyi dolgod van, hogy bemégy, mosolyogsz, nem szólsz semmit, nem ígérsz semmit, csöndben maradsz, fogod magad, kijössz. Elköszönsz, kijössz. És azt mondta, hogy ezt így érezte, teljesen világosan mondta ezt a Dombó Zsolt, hogy akkor neki az úr ezt mondja, hogy ennyi. Bemégy, végighallgatod, mosolyogsz, udvariasan, elköszönsz, kijössz. Ennyi. És ez így is történt. És kijött, és abban a pillanatban kijött, valamelyik Petrőc fiú volt, gondolom, hogy a Levente, de aztán nem tudom, hogy a Levi vagy a Laci volt ott, meg még valaki. Kijött, és ahogy kilépett a Hit Parknak a kapuján, kidobta a tacsot. Tehát egy ilyen élménye volt a Dombó Zsoltnak akkor, úgymond a Híd gyülekezeteihez való kapcsolódás kapcsán. Na most én ehhez képest meg azt hittem, hogy őt a Németh Sándor uszította rám, úgymond közvetlenül, vagy közvetve. Igen, tehát kiderült, hogy tehát nem ez történt effektíven. Na most ezzel együtt... Én ezt nagyon-nagyon üdvösnek tartom, hogy például nem akadt le azon, amiket én mondtam, meg mit tudom én, hogy hülye gyereknek nevezte, meg minden hasonló. Mert én nyilvánvalóan túlreagáltam ezt az egész dolgot, mert egyfelől meg nyilván az, hogy az ember valamennyire bosszantotta ez az egész. Másfelől viszont, mondom, ezt hittem, hogy itt annyi volt, hogy valami, ilyen a Németh Sándor mindig is jellemző, ilyen sumák módon, hogy valaki mással intéztetél a piszkos munkát, és ezért rámuszította ezt a Dombó Zsoltot. És akkor itt megint csak azt szeretném mondani, hogy amikor így beszélgettünk, mondom csak ilyen üzenetváltás szintjén, nekem az volt a benyomásom, hogy szándék szintjén, meg lelkület szintjén, meg irányultság szintjén, meg minden, ez emberből van ez a csávó. Ez volt egyértelműen az érzésem. És megvan benne, hogy fogalmazzak, nem is tudom, hogy minek mondjam ezt, ami általában a magyar cégvezetőkre nem nagyon jellemző, ez a külföldi cégvezetők, akik így ott már igen, ilyen kisebb, ilyen középméretű cégeknek a vezetőinél, akik egyszerűen úgymond egy ilyen jó középvezető, ilyen CEO, vagy mi az, középméretű cégnek úgymond a CEO-i, meg stb., akikben benne van a potenciál, hogy még kinőhetik magukat, stb., meg egyáltalán. Tehát az a fajta nélkület, hogy nyitott vagyok a kritikára. Hogy abszolút nyitott vagyok a kritikára, és nem veszem személyes sértésnek, hogyha valaki
hogyha valaki beszól nekem, meg minden. És ez teljesen nyilvánvaló, hogy hogy fogalmazok? Tehát, hogyha ez az egész nem Istenről szólna, meg nem az evangéliumról szólna, akkor azt mondanám, hogy ezt a csávóra, erre a csávóra úgy, ahogy van, rábíznék akármelyik, hogy nekem gazdag ember lennék, gyakorlatilag majd, hogy nem egy bármilyen olyan céget, ahol mondjuk nem konkrétan szakismeret kell hozzá, hanem egyszerűen ilyen people skills, tehát hogy úgymond, tehát hogy embereket úgymond elnavigáljon, úgymond, hogy igen, mert nagyon jól tud bánni az emberekkel, ez teljesen nyilvánvaló, egyszerűen zseniálisan tud bánni az emberekkel. És igen, és hogy megvan benne ez a fejlődő képesség, a személyes, még minden ilyesmi. Tehát egy, hogy mondjam, tehát de ezzel együtt, de mivel itt Istennek a népéről van szó, meg az evangéliumnak az ígéről van szó, itt az ilyen megfontolások, tehát az ilyen megfontolások önmagukban nem elegendőek. Tehát itt nem, tehát nem szabad úgy gondolkozni, hogy most csak azért, mert valaki jó ilyen people skill-jei vannak, minden, az feltétlenül azt jelenti, hogy akkor ő mindjárt az Istennek a munkájában is egy nagyon jó, mondjuk ezt a hülyeséget, az Isten munkája. Hát mondjuk inkább így, hogy az evangélium ügyében is biztos, hogy jól fog dönteni mindig. Mert itt nem politikusi készségekre, meg HR, meg PR, meg mit tudom, hogy ilyen dolgokra van szükség, hanem PR vagy HR, meg igen, hanem hogy az Isten hangját meghallani, és hogy az Istennek a felszólítását követni. Úgyhogy, de ezzel együtt nagyon-nagyon jó, mondom, nagyon-nagyon jó volt vele emberileg így beszélgetni, minden, de megint csak itt azt látom, hogy az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen az, hogy az ember másoknak a háta mögött így közben kiegyezik, meg mit tudom én. Az is nekem rendkívül furcsa, hogy például az autonómusok, meg a hágyék között már a jó ideje nincsen semmiféle fajta érdemézé, konfliktus. Nem, mint hogyha hiányozna ez, vagy ilyesmi, csak az emberben ugye megfogalmazódik, hogy ezek meg tudták volna folytani egymást egy kanálvízben nem olyan régen, hát igen, egy, mit tudom én, egy évtizede, meg lehet, nem tudom pontosan, azelőtt biztos, tehát amikor az egész indult egy jó pár évig az hétszentség, és akkor most meg a Görbis Tamástól például láttam nem olyan rég egy ilyet, hogy azt mondja, hogy hát a német Sándornak a szolgálata, meg mit tudom én, mi a rosszabb történt itt? Na itt valami nem kellek mondom, itt volt valami, itt tört, valami kiegyezés történt, itt valahogy meg föl lett osztva, föl lett osztva a piac ezek közt, vagy én nem tudom, mi történhetett. Szóval, igen, úgyhogy ezért mondom, hogy bármennyire is szimpatikus nekem a Dombó Zsolt, úgymond most azok után, hogy így felvette velem így kvázi egy a kapcsolatot, meg én is ő vele, és tényleg mind a ketten úgymond szimpatikusak voltunk emberileg egymásnak, meg minden, meg azt, hogy tényleg sikerült úgymond úgy tűnik, hogy elásni a Satabárdot ezügyben, ebben hát ez a rosszul indult kapcsolatfelvétel kapcsán, igen. Azért pár dolgot el szeretnék mondani, és meg talán veletek is megosztanék pár olyan dolgot, hogy mi az, amitre igazából most ilyen néhány iszonyatosan hosszú hangüzenet formájában a tegnapi nap során fölhívtam az ő figyelmét, úgymond, hogy melyek azok, amikre oda kell figyelni. Az egyik az egyértelműen, és akkor rögtön lőjük ki az első szentehenet. Na, tehát az első az egyértelműen a tized. Tehát az a semmiféle problémám nincsen, hogyha valaki azt mondja, hogy gyereke, az van, hogy nekem annyi energiámat elviszi ez az egész, hogy ezek a dolgokkal foglalkozok, hogy örülnék, hogyha néhányan tudnátok segíteni, mit tudom én, semmi gond. De azt mondani, hogy ez tized, meg azt, hogy a tizedet fizetni kell, tehát ez rendkívül inkorrekt. Tehát nem szabad ilyet mondani. Nem szabad a tized szót még a szánkra sem venni, egy új szövetségi körülmények között, egy új szövetségi keretrendszerben, új szövetségben nincsen tizedfizetés. Nincsen, és nem is lehet, és teljesen lehet látni, hogy az új szövetségi tizedfizetésnek a gyakorlata az egy ilyen hibrid teológia. Tehát van benne abban aztán minden. Tehát mind ilyen egymással semmiféle kompatibilitást és egymással semmiféle relevanciát nem mutató
ilyen gondolati, meg bizonyítási elemekből van összefércelve, mint egy Frankenstein. Ez a tized teológia, az újszövetségi tized teológia. Igen. Tehát igen, tehát ez legyen az egyik. A másik, a gyülekezetnek a felépítése, vagy gyülekezet modell, gyülekezet vezetési modell, meg egyáltalán ez megint egy olyan dolog, ami egyértelműen abszolút, hogy mondják ezt, újra gondolásra szorul. És nem tartható ez a régi, hogy színpad, mikrofon, ticsi csapat, egy és egy személyben egy valaki osztja az észt, és viszi a primet, viszi a szót, és akkor utána meg nyilván, és akkor utána meg van egy vezetőségi szoba, és akkor utána meg ott megbeszélik egymással, hogy és a többi vezetők azok elmondják még, hogy mit kellene, meg hogy kellene, meg mit kell változtatni, mit tudom én, és akkor a bölcs vezér az őket meghallgatja, és akkor legközelebb már korrigál meg minden. De továbbra is igazából ő viszi az egész primet, meg ő viszi a szót, minden. Ezt el kell felejteni. Ez úgy, ahogy van, nem működik, ez olyan gyakran, olyan sokszor megbukott már, és vissza lehet menni, vissza lehet fejteni egészen. Tehát ez a vallási szolgáltatás féle modell. Ez úgy, ahogy van, felejtős. Igen. Igen. Tehát most azért, mert valamelyik gyülekezet úgymond jobb, mint az összes többi gyülekezet, az nem jelenti attól, hogy ez egy jó valami. És az nem jelenti azt, hogy attól arra Isten rátette a pecsétjét. Ezt meg kell érteni. De következő a gyülekezetnek a mérete. Az megint egy olyan dolog, hogy ezt mondtam is neki a Dombó Zsoltnak, hogy ha mindent jól csinálna, akár ő, akár ki más, akár a Német Sándor, pusztán a méretből adódóan, tehát a gyülekezetnek a méretéből adódóan, tehát ha egy bizonyos méret fölé megy egy ilyen csoport, akkor egyszerűen, szükségszerűen beáll, úgymond, és nem, még csak az sem kell ehhez feltétlenül, hogy ez egy kereszténységhez bármi köze legyen, egyszerűen nem lehet ennyi embert egy irányba vinni, úgy, hogy mindenkire jusson figyelem, és mindenki tudjon fejlődni, tehát a személyes fejlődés lehetősége megmaradjon, de mégis egy irányba menjünk. Nagyjából ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy ne vennénk igénybe egy idő után illegális, pszichikai és spirituális eszközöket. Ez ennyire egyszerű. Egyszerűen nem fog menni, az ember önkéntelenül is a varázslásnak az eszközéhez fog nyúlni, a leuralásnak az eszközéhez fog nyúlni, a manipuláció eszközéhez fog nyúlni, korrumpálásnak az eszközéhez fog nyúlni. Elkerülhetetlen. És akkor nem beszélve még arról, hogy borzasztóan, tehát egyszerűen az ember nem, rendkívül megterhelő lélektanulag. Az, hogy minden héten az ember találkozik több száz emberrel, vagy akár csak 100 emberrel. Mert még talán egy olyan 100 emberig bezárul, amíg azt lehet mondani, hogy legalább meg tudod a neveiket, tudod a nevüket, stb. És tudod, hogy kikkel ülsz egy össze, meg tudod, hogy ki. Tehát az úgy még rendben van, az még van egy ilyen jó feelingje az egésznek. Most teljesen szigorúan csak lélektanilag beszélek erről, tehát pszichológiailag. Itt már a személyes fejlődés, meg a személyes kibontakozás, tehát mindenkinek úgymond az ő az benne lévő talentumoknak a megnyilvánulása, stb. Azt már rég felejtsük el, mert az körülbelül az tényleg ez a 8-12 fő körül lehet, talán nagyságrendileg, ahol, tehát amit ez a klasszikus házi csoport méret, vagy akár Jézusnak a tanítványainak a száma, tehát az ilyen méretnél van az, hogy egyáltalán erre esély van. De mondom is olyan, mit tudom én, kb. Most tényleg nagyságrendet mondok, hogy 100 fő körül lehet valahol az, ahol az ember még lélektanilag tudja azt kezelni, hogy hetente összejövünk, és nem bolondulunk meg. Mert nem, és nem aprózódunk szét. Tehát, hogy nem törünk szét belül, lelkileg, úgymond. De már akkor már nem tudunk. Már akkor kell olyanoknak lenni, úgymond, akik háttérbe szorítják magukat, és gyakorlatilag nem nincsen az, hogy az ő személyükbe helyezett talentumok, azok kifejlődhetnek. Jó, a következő pont az pedig az evilággal való szövetkezés. Tehát bármiféle fajta kompatibilitásnak kapcsolat, igen, ilyen szervezeti, meg szerkezeti kapcsolódásnak a keresése a jelenlegi világrenddel és világrendszerrel.
Tehát ez valami olyasmi, ami abszolút megengedhetetlen. Abszolút megengedhetetlen, mert ebben, ha semmi más nem veszünk, csak a történelmi példákat és a történelmi tapasztalatot, az teljesen nyilvánvaló, hogy ez mindig, kivétel nélkül abszolút borzalmas tragédiába torkolt, és mindig az lesz az eredménye, hogy megosztás jön a kvázi Krisztus testén belül. Mert ott van az egyik része, aki ugyan vele, hogy mi fogadjuk el a Konstantintól, meg a Diokleciánustól, fogadjuk el a izét, fogadjuk el az odadobott csontokat, igen, amik nem mellesleg a mi korábban megölt, már, ezért, tehát hissorsosaink mártírjainak a csontjai, amit most mi itt rágódunk rá, ugye? Szóval fogadjuk el, stb. A másik része meg azt mondja, hogy nem. És létrejön már itt egy ilyen dihotómia, egy ilyen egy szkizma, és akkor még ugye még az is jön ezután, hogy utána az egyik elkezd üldözni a másikat, vagy kölcsönösen elkezdik üldözni másikat, egymást, és akkor innentől fogva tényleg a sátán az már csak egy kávét kér. És ugye nem szabad arról sem elfeledkezni a fenevadon ülő kurváról, a szentek vérétől részek kurváról, nem szabad elfeledkezni. Tehát, hogy János apostol is nagy csodálkozással csodálkozott, amikor látta ezt a jelenséget. Tehát, hogy ez minden jel erre mutat, hogy ennek jelenleg, meg már jó ideje, a képviselője, az a római katolikus anya szentegyház, az, amelyik a évezredeken keresztül, legalábbis évszázadokon keresztül módszeresen verte szét, vagy kebelezte be, és csatornázta be az különféle ébredési mozgalmakat, és attól függően, hogy melyikkel hogy tudott bánni, vagy az utolsó szálig kiirtotta őket, vagy pedig ugyanolyan korruptá tette, mint ő saját maga. És nem szabad, hogy illúziónk legyen ez ügyben, mi sem tennénk másként, akkor, hogyha mi magunk is ilyen az állammal elkezdenénk ugyanúgy összeszövetkezni, mint ahogy a római katolikus anya szent egyház, és elkezdenénk élni azokkal az előnyökkel, politikai, gazdasági befolyással és hatalommal, amit az állam, a jelenlegi gonosz világrendszer, meg a sötétség urának a hatalma alatt álló világkorszaknak az urai neki számunkra biztosítanak. Ugyanazt csinálnánk, mint a római katolikus anyaszentegyház, és ugyanolyan törvényszerű, hogy ugyanúgy fogjuk üldözni a saját testvéreinket, akkor, hogyha részévé válunk ennek a bármiféle ilyen megegyezésnek, meg bármiféle egységtörekvésnek. És hiába mondta meg a David Wilkerson, mikor volt még valamikor a 70-es években, és megprofétálta, és hiába nézték hülyének, meg hiába lett üldözve, meg minden, most teljesen nyilvánvalóan lehet látni, hogy egy az ebben teljesedik be mindez, amit ő ezügyben elmondott. Tehát ne legyenek illúzióink. Ne legyenek illúzióink. És van egy ilyen negédes, ilyen édesgető feelingje az egésznek. Ez az elfogadás, az befogadásnak ez a valamilyen. Ezt mondtam is ennek a Dombó Zsoltnak, hogy ebben az egyik hangüzenetben küldtem neki egy Raedli hangüzenetet, egyik hosszabb, mint az egyik leghosszabb 20 perces, nem mindenkinek van annyi ideje, mint nekem, különösen, hogy lábadozok egy ilyen jó kis izéből, amiben most nem tudom, mi volt ez, ami most itt több napon keresztül átment itt rajtunk, de mindenki a környéken. Tehát vagy a vízben van valami, vagy a levegőben van valami, vagy én nem tudom, hogy mi a fene ez, de megfáztam, de hogy így kiüssön több napra valami, hát na mindegy, nem is ez a lényeg. Igen. Nem tudom, hát sok sikert remélem, hogy végig fogja tudni hallgatni, és egyáltalán értelmezni tudja, hogy mit akarok nyökögni neki. De talán most így ebben a rövidebb videóban így egy, hogy hívják, megsikerült talán, összesikerült foglalnom, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk, szerintem. Nem szabad semmiféle fajta ilyen állami dologba részt venni. Semmiféle. Az államnak ki kell maradnia, a politikai pártoknak ki kell maradnia, az állami pénznek ki kell maradnia a gyülekezetből, a Krisztusnak a testéből. Adjátok meg a császárnak, a császári Istennek pedig, ami az Istené.
Nem. Jézus Krisztus, a proféták végig az Ószövetségben, nem Új Szövetségben is semmi dolguk nem volt a izékkel. Tehát Pál apostol is, amikor, hogy hívják, Félix előtt, meg Festus, meg Heródes, meg aztán nyilvánvalóan végül a császár, ugye arról már bibliai feljegyzés nincsen, de ahogy ezek az emberek előtt, vagy Lisziász előtt, hogy hívják, védte magát, vagy igen, védőbeszédet tartott, vagy ilyesmi, lehetett látni, hogy abszolút megadta maximális respektet ezeknek az embereknek, de egy dolgot nem keresett ezektől az emberektől soha, politikai hatalmat, meg pénzt. Igen. Sőt, még az is meg van írva a Bibliában, hogy az egyik figura, most meg nem tudom, hogy az Félix volt, vagy melyik volt, hogy abban reménykedett, hogy Pál zsét fog neki adni, mert rájött igazából, úgyhogy nem csak, hogy befolyásos, de még az is lehet, hogy igazából van neki pénze még, akkor lehet, hogy volt, de a barátainak biztos. És ugye abban reménykedett, hogy a Pál ő meg fogja kenni azért, hogy őt elengedje, hogy szabadon engedje. Úgyhogy ez hihetetlen. De Pál magát sem hagyta korrumpálni, meg ő sem korrumpálta, úgymond, a politikai hatalmat soha. Úgymond. Tehát Pál maximum, ugye olyankor csinált egy-két ilyen csibészséget, amikor arról volt szó, hogy ő még érezte, hogy nem nincs itt az ideje annak, hogy őt kivonják a forgalomból, és ott meg akarták őt hirtelen ott lincselni, akkor gyorsan bemondott valami jó kis csibész dumát, és akkor egymás ellen kijátszotta, úgymond, ezt a két brigádot, akit éppen őt akkor ott meg akarta lincselni, meg máskor is csinált ilyet, hogy igazából élt úgymond a politikai előjogával, de csak és kizárólag azért, mert még nem volt ott az ideje annak, hogy ő konkrétan ebben az életveszélybe került, és hogy ki legyen véve a forgalomból. Tehát ő átlátott ezeken a dolgokon, és akkor egy ilyen módszerrel ezt megoldotta. De Pál soha nem kereste a politikai hatalomnak a kegyeit, még személyes szinten sem, hanem amikor ilyen helyzetbe került, akkor megadta a maximális respektet a politikai hatalomnak, igen, de nyilvánvalóvá tette azt is, hogy az eljövendő ítéletről beszélt, meg igen, hogy az a királyság, amit ő hirdet, vagy hogy Athénban is, az az Isten, amit ő hirdet, az nem, az egy más valaki, és egy más valami, mint amit a ti érdeklődéseteknek a homlokterében itt van, és amely keretrendszerben itt gondolkodtok. Na, talán ennyi. Szóval, mindannyian megvan írva, hogy aki áll, az meglássa, hogy el ne essen. Tehát én is úgy vagyok vele magammal kapcsolatban is, meg másokkal kapcsolatban is, hogy... Most ha bármelyikötök úgy van vele, hogy minek kellett nekem itt ezzel a Dombó Zsolttal égetnem magamat, meg beismerni, hogy igazából teljesen kedélyesen elbeszélgettünk kvázi így egymással, meg minden. Figyeljetek ide, melyik a nagyobb izén? Ez mindig is egy ilyen nehéz ügy. Tehát igazából akármit csinálok, mint valaki mindig bele fog kötni. És most melyikkel járunk előre? Itt van a Rostár Zoli például. Ugye nagyon sokan őt kritizálják azért, hogy az autonómusokkal szóba áll, meg egyáltalán, meg hogy úgy tartja, hogy az autonóm gyülekezet az igazából egy jó gyülekezet, meg mit tudom én. De megcsinálta most azt, hogy fölment az autonóm gyülekezetnek a színpadára, és ott gyakorlatilag ott elmondta nekik azt, hogy ezért, meg ezért, meg ezért nem biztos, hogy egy jó ötlet, amit ti csináltok. Igen, és akkor melyiknek van több értelme? Hogy egy jó nexusban lenni valakivel, és aztán elmondani neki, hogy egy totál tévedésben vagy, és lehet, hogy érdemes volna ez ügyben megtérned. És akkor ezt meghallgatták, és megköszönték neki, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát én úgy vagyok vele, hogy egy olyan ember, mint a Dombó Zsolt, aki ellenére annak, hogy én vérig megsértettem őt, meg minden, és ellenére annak, mint egy igazi vérbeli, ilyen, hogy fogalmazzak, ilyen vezető típus, azt mondta, nem azt mondta, hogy jó van, na, akkor meg vagyok sértve, hanem azt mondta, hogy na, itt van egy szókimondó ember, aki elküldött az anyámba, hát ha tud. És ebből látszik, hogy a srácban van, hogy hívják, van, minek mondják az ilyet, van ígéret. Mert ez úgy reagált ezt a dolgot le, mint egy férfi. Igen. És mint egy jó vezető.
És nem tudom, innentől az ő, hogy mondjam, térfelén pattog a labda, és neki kell látni, meg neki kell eldönteni, hogy akar-e egy további, tehát továbbra is akar-e vinni egy olyan, hogy mondják ezt, egy olyan szervezetet, vagy egy inkább úgy mondom, egy olyan keretet, egy olyan vastraverzet próbál-e tovább úgymond támogatni, amit a szél mindig összecsuklott idáig, és mindig nagyon sok ember fölszúródott erre, és egy csomó ember belehalt, amikor ez a vastraverz összecsuklott, vagy pedig hajlandó tényleg meghalad, hogy az Úrnak mi az akarata az ő sorsával, az ő ajándékával, az ő életével. Meggyőződésem nekem azt, hogy a hagyományos formák, a hagyományos keretek nem fognak működni. Ebben itt az utolsó időben el kell felejteni akár a szervezeti építkezést, akár a gyülekezeti házak építését el kell felejteni. El kell felejteni azt, hogy a kattintásoknak, meg a lájkoknak a vadászatát, meg a nézettséget, ezt el kell felejteni, a mérhető nézettséget, ezt el kell felejteni úgy, ahogy van. Olyan idők is eljöhetnek, hogy lehet, hogy te igazából egész életedben, mit tudom én, 3 vagy 4 ember felé fogsz tudni szolgálni, de azok az emberek, kér, te leszel a kvázi felelős, és te leszel egyedül az, aki azoknak az embereknek meg tudja. Hát nézzétek meg Istvánnak a működését. István az mit tudott csinálni? Ez volt egy jó kis ilyen vitázó csávó, és nem tudtak vele mit kezdeni. Agyon is kövezték. Ugye? Viszont még miközben megkövezték, egyet sikerült mondania, hogy uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. És ennek lehet köszönni. Valószínűleg ennek volt köszönhető az, hogy lett egy pálapostolunk ezután. Mert ugye pálapostol végignézte ezt, és látta, hogy teológiailag nem tudott belekötni abba, amit István mondott. Teljesen igaza volt, teljesen jogos volt, de mégis dühösek voltak rá. Igen, de mégis azért imádkozott, hogy ne tulajdonítsa nekik Isten ezt a bűnt. És lehetett látni, hogy miközben meghalt, ez égbe függesztett a szemét, és látta, ott látta a messiást állni, fölállni az atyának a trónja mellett. És az István érkezésére Jézus fölállt a trónjáról. Szóval egyszerűen megdöbbentő. Ez egy akkora egy történet, hogy ez hihetetlen. És elképzelhető, hogy ilyen idők lesznek, hogy tényleg az utolsókból lesznek az elsők. És nagyon sok elsőből utolsó. Mindannyiunkat fog használni az Isten, hogyha hagyjuk. De tényleg az van, hogy nem mindegy, hogy eközben milyennek a kártvallottjai leszünk, miközben bennünket az Úr használ, mert az Úr tud bennünket egész életünkben úgy használni, hogy észre se vesszük, hogy igazából rossz úton, vagy hogy mondjam, tehát, hogy mi magunk kárvallottjai leszünk ennek a történetnek. Ott van ez, hogy mondja Jézus, hogy sokan fognak az utolsó, hogy hívják, az ítéletkor jönni, és azt mondani, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben üztünk démonokat, cselekedtünk sok hatalmas csodát, meg minden. És azt mondja nekik, hogy távozzatok, hogy soha nem ismertelek benneteket. Tehát lesznek olyan emberek, akik végig úgymond az Isten munkájában fognak működni, meg minden, és teljesen meg lesznek győződve róla, hogy ők nem, hogy nem hogy az, hogy bejutnak, hát ez magától értetődő, hanem az, hogy az első sorban fognak ülni, és hogy az elsők közt fognak bejutni, és ezt képest nem fognak bejutni. Tehát magyarul lehet Istent úgy is kvázi szolgálni, hogy az ember igazából közben totális tévedésben van, úgymond a saját állapotát illetően, meg a saját helyzetét, meg a saját sorsát, meg irányultságát illetően. Ilyen van, tehát ilyen lehet. Tehát magyarul ezért borzasztó fontos tényleg, hogy az Úrnak a megvan egy bölcsességnek kezdete, az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete, az eszesség. Tehát, hogy az Istennek a félelme kell, hogy irányítsa a léteinket. Az Istennek a félelme, és az Istennek az ismerete. Ami egy ellentmondás valahol, mert ez a két dolog igazából, tehát ez egy ilyen dinamikus ellentmondás, kvázi ez a kettő, ha tetszik, ilyen yin-yang-szerű valami, hogy megbotránkoztassunk néhány vérhites janicsárt, aki még nem bújt ki a tojásból.
és nem tud egy ilyet elhordozni. Tehát ez egy ilyen, vagy akár egy zoroasztriánus, ugye, ahogy mondta, ahogy hívják, bemutatkozott kinek is mutatkozott, vagy Círusznak, Kuraisnak, Kóres bemutatkozott az örökké való mondva azt, hogy én vagyok az, aki világosságot alkotok és sötétséget teremtek, vagy fordítva. Tehát az Istennek a félelme az azt jelenti, hogy Isten nem ismerhetjük ki. Nem tudjuk előre nem tudjuk kisakkozni azt, hogy hogy fog reagálni, meg hogy fog. Tehát nem olyan, az Isten nem olyan, hogy bedobjuk mint az automata, hogy bedobjuk a, hogy hívják ott a pénzt, és kijön, és kidobja a croissant, vagy kidobja izét, vagy kidobja a csokit, vagy a perecet. Szóval Isten nem ilyen. Tehát vannak olyan dolgok a szellemi világban, ami tényleg így borítékolat, hogy ezt csinálod, akkor ez lesz, de magával az Istennel való viszonyban az nem így működik, mert az egy viszony, mert Isten nem egy ember, Isten egy személy. Tehát ő egy személy. És én értelemben ugyanúgy egy másik embert is, hogyha képzeld el, hogy ez így működne, hogy van egy barátod, meg mit tudom én, és nem beszéltetek már 20 éve, vagy ilyesmi, és akkor egyszer csak előre te kiszámolod, ugye, hogy na, most akkor az lesz, hogy ezt és ezt fogom neki mondani, fogok neki adni. Na, most fölhívom, mondom, figyelj, rá, utalok neked 100 forintot, és akkor arra szeretnélek kérni, hogy utaljál nekem vissza 100 000 forintot. Köszi! Ugye, ez egy barátság? Nem. Ez nem. És én mégis egy csomó ember azt hiszi, hogy az Isten az így működik. Nem így működik. Nem így működik. Nem. Ez pontosan totális személytelenség. Szóval ez egy ilyen személytelen kapcsolat. Isten veled jóba akar lenni, és ez, mondom, ez egy ilyen kibékíthetetlen kettőssége kvázi az Isten ismeretének, meg annak a tudatának, hogy nem ismerheted ki Isten. Tehát az Isten megismerésére való folyamatos törekvés az abból fakad, hogy tudod, hogy Isten nem tudod kiismerni. Ellenére annak, hogy ő változhatatlan, tehát ő az örökkéval, ugye ez a JHV-hez valami ilyesmit jelent, ebben is egy komplett világ van, világok vannak ez a 4 betű mögött, de hogy, tehát hogy ő nem, ő benne nincsen a változásnak az árnyéka sem, tehát amilyen ő most, mindig is olyan volt, és amilyen lesz, mindig is olyan volt, és amit az örök ítéletnél fogunk majd látni, meg a harapóharainak a kijöntésénél, az ő benne mindig is ott volt, és amikor az ő saját fiát értünk odaadta a kereszten, és ott tényleg egy véres roncsá lett zúzva Jézus Krisztus, az Istennek a fia, és olyan szinten tele volt fájdalommal, hogy már, hogy nem lehet, nem fér, egyszerűen nem tudnak fizikailag már nem lehetett neki több fájdalmat okozni, mert már úgysem nem tudott volna többet érzékelni, mert teljesen kész volt, úgymond. Csak úgy volt kitalálva ez a megkínzási módszer, hogy ne tudjon elájulni közben. És amikor ezt maga az atya megtette, akkor is ugyanaz a személy volt. Ugyanaz a személy volt akkor is, amikor Isten tökéletesen irgalmas, meg akkor is, amikor tökéletesen bosszúálló. Egy és ugyanaz a személy. De, és ezt, ez valami olyasmi, amit ha nem értünk, nem, nincsen ez a tudatunkban benne, hogy Isten nem érthetjük meg. Nem tudjuk őt fölfogni, nem tudjuk kisakkozni az ő reakcióit, és ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, hogy Isten hogy fog reagálni, ahhoz az kell, hogy ott legyünk a jelenlétében, és ott legyünk, és belenézzünk az arcába. És hogyha ha nem vagyunk ebben az állapotban, akkor most nagyon gyakran fogalmunk sincsen arról, hogy Isten mit gondol, arról, amit mi éppen csinálunk, meg hogy mondjuk éppenséggel milyen nemzeti profétai iskolai mozgalmat, meg én nem tudom, mit csinálunk. Ezt csak így azért mondom, hogy hasznos volt ez, amit a Ruf Tibi mondott. Több nagyon hasznos dolgot mondott a Fodor Sándornak. Ez a mondat, amit azt mondott, hogy amiben azt mondta, hogy Isten a kezébe temeti a fejét, Jézus, így képletesen szólva, amikor mi itt igyekszünk az Isten munkájába, meg minden, ez szerintem egy nagyon kifejező kép volt. Nagyon kifejező kép volt. A Ruf Tibi sincs messze az Isten országától. Ennyit kellene csinálnia, hogy belátnia és visszavonnia a hamis tanításait. Például a német csendorok kapcsolatban, ez a fölkent szolgált ajándék, meg ezekkel kapcsolatban, úgy, ahogy van. És ezt megtenni,
És nem, igen, akkor lehetne azt mondani, hogy van még rá, van még esélye. Az Úr adja neki kegyelmet és irgalmat, és nyilvánvalóan mindannyiunknak. Köszöntöm szépen, remélem, hogy ez így nagyjából tisztázta, hogy... És tényleg a Dombó Zsornak is minden jót kívánok, mert teljesen lehet látni, hogy nincs neki sem egy egyszerű élete, nem is volt, és őt is rengeteg kemény dolog érte azért. És az is teljesen nyilvánvaló például, hogy ez teljesen jól megérezte az Úrnak a vezetését ez ügyben, hogy nem csatlakozott a hídgyülekezetéhez, és ő ennek engedelmeskedett, és tényleg az Úr adja meg neki, hogy jövőben is így tudja őt követni, meg így tudjon jól hozzá viszonyulni. Mert ha csak ezt az egy dolgot gondoljunk bele, hát hogyha ez már egy olyan dolog, ez már egy olyan valami az ő részéről, amiben ő már előrébb van nagyon-nagyon sokunknál. Mert legtöbbünknek az életünk legnagyobb hibája az ez volt. És ezt az egy hibát nem követtük volna el, hogy a Németh Sándor alá betagozódunk, akkor másképp alakult volna a sorsunk, az biztos. Na jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer, és május 4-én találkozunk. May the force be with you. Az Úr áldjon benneteket.